Tegnap Árpinál vacsoráztak a vendégek, keleti hangulatban telt az este, Máténak alig ment le valami a torkán, de hősiesen viselte. Ez mi ez a zöld a szél? Az vagy valami, vagy megy valahová, tunkolt bele és kap. Végül az erkélyen mászott vissza, hogy a házi produkciót is meg tudja hallgatni. Olyan nagyon kellemesen éreztem magam tegnap este az Árpádnál, olyan meleg, bensőséges hangulat volt. Nem volt semmi olyan hadova, semmi olyan nagy felhajtás, de olyan nagyon szép volt az egész este. Ezen a héten az operett sztárjai szállnak ringbe, vagyis konyhába. Rass Bence, az operett csibész szép fiúja. Szulák Andrea, az operettben sem harapós. Oswald Marika, az operett energiabombája. Mészáros Árpád Zsolt, aki az operettben is más. Kerényi Miklós Máté, aki az operettben nőtt fel. Van zsákodban minden jó! Mikulás estéjén ördögi este lesz a mai. Máté a szakács Krampusz reggel eltéved. Hogy nem vásárolt? Nem ott kéne lenned? De aztán jó útra tér, és főz egy angyali és egy atyai segítséggel. A vendégekből is kibújik a kis ördög, de végül mindenki elégedett. A végén egy szigorú Mikulás és egy rakás kis ajándék zárja az estét. Máténál az első fogás borjú ragú leves. A főétel rakott krumpli. A desszert pedig túró gombóc. Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy ilyen korán? Hát nem szoktam. Egész napos hajtás van, úgyhogy muszáj melózni. Főzök. Halat a tortán. De torta nem lesz, meg hal sem, nem szeretem a halat. Lehet, hogy ez is a mai vacsorához kell. Máté saját hajában főtt krumplit akar, és kell az alapanyag. Ma van Mikulás, és ma megyünk a Mátéhoz vacsorázni. És hát az Ördögölő Józsiásban én a fő ördögöt játszom, és arra gondoltam, hogy megvicceljük egy kicsit, és akkor mind ördögök jelenünk meg. És hogy nem vásárolt? Nem ott kéne lenned? Nem, csak a kellemest összekötöttem a hasznossal, úgyhogy amíg én itt ülök nálad, addig a Jan Zakatikát megkértem, hogy léci, vásárolja már be nekem. Hát milyen rendes. Ugye? Akkor itt oldalt egy kicsit kirítkítjuk, jó? Tőlem borotvával is rámehetsz, csak... Persze, és akkor mit szólnak, igen. Mindig apukától félsz, meg én is. Eddig úgy néz ki, a ma esti menü hajatortán lesz. Én szerintem saját magában fog vásárolni, mert ő elhatározta, hogy mit akar, és akkor annak fog eleget tenni. Mert felkérnek. Nézd oda, az emlegetett asszony. Janze Katalin Magyarország. Máté, ezért nagyon kikapsz, hogy én, mert nem tudom, hogy mit kell venni. Segítsél már. Én azt gondolom, hogy még lehet, hogy a télapót is felhívta, hogy segítsen, és a puttanyába hozzon neki minden földi jót, amiből meg tudja főzni a vacsoránkat. Mondom a lényeget. Ne főző, hanem sütőkrumplit vegyél. Sütőkrumpli? Igen. Jó, és a borjúragú leveshez? Borjúragú leveshez vegyél, légy szíves, egy kb. Fél kiló borjú bélszint. Biztos, hogy ismeri az alapanyagokat is, meg a fűszermennyiségeket, amiket bele kell rakni. Szeretném, igen, hogyha vennél még petrezselyt. Igen. Mi a másik ilyen zöld izé? A vége, ez a zöld bar. Ugyanolyan, mint a petrezselyem. Másik zöldség az lehet, amit mondasz. Amire gondolsz, az pedig lehet a sárgalépa, vagy akár a zeller. Most én ez barkóban? Most még találjam is ki, hogy mire gondolsz. Megmosták a hajamat, és kaptam egy ilyen fejmasszást is. Ilyen aromaterápiás fejmasszást. Nem érdekel, mert elsírom magam, hogy én itt állok a bevásárló cédulával, te meg fejmasszázsom beszerén. Kacka. Fölírtam mindent, ha még eszedbe jut valami. Akkor légy szíves, telefonálj. Oké, puszi, csók, hello. Mit meg nem tesz az ember egy barátért? Ilyenkor csak az segít, ha közben kitalálja, mit kér cserébe. Na Máté, mindent a siker érdekében. Tárkonyos borjú ragú leveshez borjúnak milyen részét ajánlja? Hát egy borjú csomagot.
borjúcom? Igen. És a borjúbélszín az nem lenne jobb? Hozzá vagy a borjúcomból is ugyanolyan finom? Igen. Attól száraz lenne? Igen. Még az is lehet, hogy kifelejt valamilyen alapanyagot, és akkor visszarohan érte. Tehát ilyesmi dolgot el tudok róla képzelni. Én megnézem, hogy kell-e még valami. Már azért én felírtam. Te a kolbászod van, ott van. Kolbász! A lényeg. Miért nem szólaltál meg előbb? Katika! Kolbász! De ne a kolbász, most hadd a kolbász. Persze, de azt fel is írtam. Nézem a tejfölt, amit mondtál. Hát mind a három kajához kell tejföl. Sokkal több tejföl kell. Ne vegyek egy sokkal nagyobbat? Nagyjé, vegyél egy ilyen nagy bödönt. Na jó. Még hogyha elbizonytalanodtam, akkor felhívlak, jó? Ha lehet egy kicsit, most éppen relaxálnék rá, készülnék a napra, tehát hogy... Ne relaxáljál, amiközben én itt állok. Legalább nem mondd, hogy neked most milyen jó. Nagyon igazságtalan vagy. Lehet, hogy Máté lassan túlfeszíti a húrt? Nehogy Kata meglepje pár nem kívánt meglepetés hozzávalóval. Hát nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Hát sok sikert a főzés. Tök jó lett, hogy mindig jó lesz a főzés is, de csak azért, mert jó lett a haj. Na, most akkor megmutatom, hogy hol is lakom tulajdonképpen. Nem olyan rég, néhány hete költöztem csak ide. Ez egy albérlet. Hát tulajdonképpen ez az egyik kedvenc alkalmatossága a lakásnak. Ez egy hintaágy, innen lehet remekül tévét nézni, olvasgatni benne. Azt mondom, hogy a Máténak van egy nagyon helyes lakása, vagyis nem tudom, hogy helyesen, mert én még nem jártam nála, de el tudom képzelni, hogy ez is a féle ügyesen kitalált, jól elképzett legénylakás. Tulajdonképpen ez a nagy szoba, az ott fenn a hálószoba. Meg is mutatom, fölfutok. Reméljük, a konyha külön van. Különben gyorsan főzés illatú lesz ez az óriási tér. Ez itt nagyon jó, mert itt alszol reggel. Fölkelsz. Jaj. És egyből fölébredsz, jaj, hogy nehogy leessél. Tehát, hogy ez a legnagyobb. Abszolút minimál stílust képzelek el most még. Aztán lehet, hogy ezen majd változtat, de én szerintem most még minimál. Most azt tervezem, hogy ide beteszem az asztalt, és itt a nappaliba lesz tulajdonképpen a vacsora. Itt a gardrob szoba előtt, a gardrobot is megmutatom. Tulajdonképpen ebbe szerettem az egyik legjobban be. Gyere! Hú! Na, jó, mi? Nem tudom, hogy a Máté olyan fajta, hogy kirakja otthon az elismeréseit. Biztos, hogy lesznek kint dolgok, de én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy olyan lakásba visz minket, ahol még dobozok vannak, meg ilyen félkész állapotok. Azért még nem teljesen sikerült belakjam, a kandallót még nem próbáltam ki, de azért már egy csomó minden itt van, ezt a Brass Bencének üzenem, hogy itt a tavalyi junior prima díj, de bízunk benne, hogy jövőre neked is ott lesz, Bencus. Ezen a héten Bence nem kapta meg ugyanezt a díjat, de ezt még hazaviheti. Hát ez itt a konyha, itt fogunk főzni, és be kell, hogy mutassam kedves hölgyeim és uraim, kedves barátaim, az én kis kuktámat, Kerényi Miklós Gábor, Kerót, a Budapesti Opera Színház igazgatóját, és nem mellesleg az apukámat. Úgyhogy ő fog nekem segíteni. Mivel még Katikára várni kell, úgyhogy addig megcsináljuk a desszertet. Kiveszel onnan? Előbb feltűröm, hát nem képzelhető, nem tűröm föl. Hát ez egy nagy pillanat, hogy feltűröm. Mert az nem tűrhetetlen. Na. A desszert az mi lehet olyan Mikulás? Lehet, hogy kapunk egy szaloncukrot. A túró gombócot azt úgy találtam ki, hogy miután ki tudom szedni a héját a tojásnak, amit sikerült belevernem. Ha valaki ráharap, mondja azt, hogy a porcukor ropog. Két héttel később, kedves hölgyeim és uraim. Tehát, na jó, hát ezt meg mindjárt megoldjuk máshogy. Szóval a túró gombóc ötlete az úgy jött, hogy egy kicsit tulajdonképpen az egész menüt körbelengi a tej föl, amit én nagyon-nagyon szeretek. És akkor azt találtuk ki, hogy akkor miért ne a túró gombóc legyen. Amit ő meg akar csinálni, annak utána néz, segítséget kér akár az édesapjától, mert ő azért elég jól mozog a konyhába, vagy az édesanyától. De azt nem hiszem, hogy ő nap mint nap főzne. Kiszedted a nem, héjat? Itt van a héja. Adj egy kis kanalat, és lecsapunk rá. Mind gyöngytyúka. Ott van, nézd meg, ez itt a héja. Hol, melyik az? Ott, itt van egy, az a kicsi. Hopp. Jó, de jó vagy. Mert figyelj, és ott is van még egy kicsi.
Pedig a héját is meg kell enni, mert a héjában van a vitamin. A héjában valóban sok vitamin van, csak nehéz elkapni, mert nagyon gyors madár. Lesz benn pár ilyen manó, aki segít neki főzni, vagy ilyen kis tündérkék, akik ott röbdösnek, és neki csak meg kell fogni a kaját és kihozni nekünk. Na végre, hogy megérkeztél! Te ne szólj egy szót sem, mert én csináltam a nehéz munkát. Jöjjön, ne örüljön! A nagy bevásárlás. Ismered az apukámat? Hogy igen, ismerem az apukámat. Találkoztatok már? Tiszteltem, tanár úr. Csókolom. Hogy van? Aztak egy puszit. Egyet. Nagyon, Színál, nagyon-nagyon szép húsit hozott. Meg kell, hogy mondjam, hogy megszemléltem. Nagyon szép, aha. Nagyon szép húsit. Nem arra célzott a tanárról. Pedig ez is. Finom. Ehető. Máté helyettem is. Abszolút. Jó. Na, hát akkor... De ami az enyém, az a tanár úr is tudja. Ezzel szeretném, hogyha apró pici darabokra felmálházná a hagymát. Katikám, te kapsz egy ilyet, szeretném, hogyha megpucolnád ezeket. Jó. Nagyon jó. Én pedig... Szeretnék hallani, hogy te mit csinálsz, mert eddig ezek egy konyhai rendező első szárny próbálgatásai. Csak nehogy fellázadjanak a színészek. És utána odaadom a kezedbe, hogy vágd föl. Azt is én? Ezt is te. Van valami tervevéve, amit te tesz? Felvágom én addig a hús. Jó. Igen, az jó lesz, mert épp akartam mondani, hogy egy kicsit felvágósnak tűnsz. Mikulás, krampuszok. Játszik az ördögölő Józsiásban, most már én gyanakszom, mert itt most már tematikai kérdések merülnek fel, tehát lehet, hogy valami csípős ördögfalatok lesznek. Azért választottam a borjúragú levest, mert minden áron ezt a, amit már mondtam egyszer, hogy ez a tejföl körüllengi itt a dolgokat, és itt nálam, így nem szabad sohasem vágni, mutatom. Ez így nem szól, mert én szerintem előbb le kéne hártyázni ezt a húsit. Ezt úgy hívják, hogy lehártyázni. Menj, ez nézze. Mire vállalkoztunk? A hús nem is gondolta volna, hogy egy konyhai zenés darab főszereplője lesz. Ha tudná, büszke lenne magára. Hogy kell lehártyázni? Hát alá kell nyúlni. Igen. És alá nyúltam. A késsel kell alányúlni a késsel, a hártya. Igen, alányúltam. Ne a hús alá, Máté, a hártya alá. De mi az, hogy a hártya alá? Kicsit sokat hezitál a helyes megoldással. Máté valószínűleg nem tudja, melyik a hártya. De ezt miért kell leszedni róla? Mert összerántja a húsit, és nem is egy finom dolog a hártya, tudod? Itt mondjak, Máté, nem ezek azok a pillanatok, amikre egyébként a jól főző édesapád büszkén fog emlékezni. A Máté bizony egy színész lesz, akit a tanár úr instruál, vagy egy séf, akinek a tanár úr megmondja, hogy ez túl nagy lett ez a csirkekocka, úgyhogy vágd egyel kisebbre. Ujjjjj! Tedd kisebbre a lángot talán, egy kicsit, igen. Még jó, hogy direkt kikötötte, hogy nem főzni, hanem sütni való burgonyát kell vásárolni. Hát én nem tudok dolgozni, nem, ennyi volt a munka mára, bezárt Miki munkatár. Mivel? Hát én mit tudom? Kis kockákra, kisebbekre. Hát kis kockákra. Ez nem kis kocka. Nem úgy kell vágni. Ez fél főre van. Mutatom. Akkor miért akarod? Kell. Hát tönkre megy az íze. Hát benne van egy kicsit, érted? Hát lehet ezt íze, de csak nem érdemes. Ez már nem érdemes. Ez teljesen. Kicsire... Maga a kukta, én vagyok a szakács. Neki nagyon sokszor csak azért van ellenvéleménye, hogy kifejthesse, hogy ő erre a következtetésre milyen úton, módon jutott. Ez néha rohadt fárasztó tud lenni annak, akit ez nem érdekel. Teljesen legyünk egészen őszinték, most boldog, hogy ő a főnök. Persze, úgyhogy... Ja, és még egyszer én vagyok alul. Figyelje meg legközelebb az instrukciót, amit a Máté kap a színházban. Apróban játszom! Nem elég alapos, nem elég mély, mélyebbről. Átgondoltabban. Tanár úr, én csak azt csinálom, amit örököltem. Na ez az, ami még a fejlődésbe hiszek. A kis társulatnak jobb lesz igyekezni, a mai vacsorára ugyanis minden jegy elkelt. Én ugyan bevallom őszintén, jobban szeretem, amikor vagy valamilyen alaplével, vagy valamilyen zöldséglével öntjük föl ezt a leves, de hát... A kedves papa kommentárokkal próbálja pótolni azt, amit a fia nem főzött bele a vacsorába. Reméljük, átszivárognak az ízekbe is. De hát a víz is megteszi, ha nincs jobb. Sokat segített a tanár. Szilárd, tiéd a szó. Látod, Máté, ezért ő a főnök. Nem csak a színházban,
de itt is jobb, ha ráhallgatsz. Biztos vagyok benne, hogy minden ételt úgy fog feltállni, hogy, hogy ezt csak én csináltam bizony. Hát a főzésnek azon fázisában... Főzést azon fázisában értünk, amikor meghűlünk, Katika pláne. Én nagy nehézségek árán meghámoztam a krumplit, felvágtam a kolbászt és megpucoltam a tojást. Még maradt egy darab, amit most Katika ott most bohóckodik vele, hogy úgy csináljon, mintha ő is dolgozna. Máté már most helyezkedik. Ezeket felvágjuk. A vacsora végén szeretne jó helyen lenni a tapsrendben. Visszatesszük az előmelegített sütőbe, becsukjuk, és ha 20 percet kivesszük és ott lesz, akkor így készül a rakott krumpli. Ahogy a mama szerette. Romantikus típusú embernek ismertem meg a Mátét, ilyen szerelem terén, és azt gondolom, hogy a romantikának egy alapvető eleme az az, hogy a konyhában is, illetve a vendéglátásban is jól ügyeskedjen. De nézd ide, milyen szép lett. Nem lehet bele karmolni. Ez egy ilyen mintapéldány. Itt kell tojást pucolni. Na, erre büszke vagyok, tessék. Miért tesz a tojásokhoz? Majdnem olyan jó. Nem, csak ezekhez. Ja, ez a baj. Ez a baj. Na, ebbe most tényleg ne menjünk bele, viszont ez az állandó kevergetés többet árt a levesnek, mint használ. Hihetetlen, Máté, milyen ügyes vagy. És milyen gusztusos ez, anyácskám is így csinálta. Igen. Ez az, ő is így csinálta, bele-belevett. Akkor már én is. Amikor a rakott krumplit állítom össze, én is bele szoktam kóstolgatni, csak valami furcsa módon az én kezembe mindig a kolbász szeletek akadnak. No. Úgyhogy a rakott krumplit betettük, a leves az forfő, úgyhogy egy kicsit most feldíszítjük az asztalt, meg elmegyünk zuhanyozni. Máté, mit fogsz szólni, hogy így beöltöztünk? Ami szép, az szép. Várja. Hát tegnap kiadta az ukázt, hogy öltözünk egy kicsit. De nekem nincsenek ilyen fotóim. Picit komolyan vettük. Ezek a tányérok az első saját tányérjaim ám. Ezeket vettem először. Nem hiszünk a szemünknek. Paróka. Ezért kell a fodrász. Ki lesz a segítője? Azt nem tudom, de azt mondta, hogy ő a főzésnek nem fog nagy feneket keríteni, hanem a hangulatra helyezi a... Akkor a direktor úr ott lesz. Az ő is úgy hogyha hangulatról van szó. Akkor viszont jó lesz a kaja. Igen, mi jó főz? Jól. Meg jó vendéglátó. Az biztos. Megtartjuk az ülésrendet, azt hiszem, és én ülök itt. És mindenkinek más típusú evőeszköze lesz. Ez a fekete lesz az enyém. De, és akkor nem tudom, hogy milyen műsort fog csinálni. De biztos, hogy készül valamivel. Tuti. Reméljük nem fog énekelni, mert Andra a piros fürdőruhába jött. Kedves kollega. Szeretem, nagyon jól énekel a Máté. Is that you, Santa Claus? És ugye már, ha itt télapú is itt van, akkor itt kell lenni a Krampusnak is. Úgyhogy... Igazi szarvakkal. Hí, a farkam! Hát elhagytam a farkamat. Bizony, az ördögök sem rosszalkodhatnak mindenfelé, különben elhagyják a farkukat. Mi van, hogyha a direktor úr beöltözik Miklós? Ne. És odaadja borítékba a fizetésemet. Jaj, de jó lenne! Nagyon jó lenne! Jutalom! Nagyon jó Spikulást lenne. Tényleg az jó lenne. És akkor mi is ruhálhatnánk végre őt. Hát azt nem hiszem, hogy az az ember megszületett. Hello. Hoppá. Jó farok, mi? Na, de most nem bohózkodunk itt, hanem megpróbálunk teríteni. Ez így jó szerintem. És kicsoda ott maradt. Jaj, de cuki! Hát úgy nézek, cuki. Mint a... Csak nehogy igazoltassák őket, mert annak csúnya aszfalton fekvés lesz a vége, míg kimagyarázzák a kilógó farkakat. Hogy nem szépen élsz. Én. De vigyázz, mert nagyon erős. Tehát, hogy óvatosan, mert ez ilyen erős. Ne viccelj. De. Tényleg magadik óvatosan, mert... Jó, az anyád is tálás. Nagyon, nagyon lassan. Ez az icipici kis orrocskád, de tudod el? Nagyon csúnya lett az orrocskád. Hár János. Hulla, fejes, fehér hó,
kiskeró. Van zsákodban minden jó, piros alma. Magyarul? Nagyon jól mutatott ott fönt. Ez a piros nagyon jól áll neki, mert egyébként is egy ilyen tüzes fajta. Jöjjön hozzánk, várunk rád, kedves öreg kiskeró. Máté olyan volt, mint egy kis Krampusz, ilyen tizenéves Krampusz, aki ott ült, kis vezényelt, fele akkora volt, mint az egész galéria ott fenn, vagy fele akkora, hát húszad akkora volt. Te itt laksz? Itt. Tényleg? Igen. Hát itt könyv. Miért nem tudtam ezzel? Az a te helyed. Ennyi? Nagyon igen. Király. Ezt próbáld is. Segítetek utána kiszállni? Persze. Én bármiben. Tedd bele magad. Elbirenged? Várj. És emeld fel a lábad. Ne, szóra! De jó. Szevasztok! Jézus, de jó! Máté tudja, mivel varázsolja el a nőket. Nagy legénylakás, függőágy, ringatás. Nagyon precízen és nagyon kultúráltan él. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egy fiatal gentry filmnek ez így dukál. Csináljátok csak végig. De ugye már nagyon unatkozol, akkor jó hát. Nagyot lenni tűnve, hogy kinyitjuk az ablakot. Tehát a tejfő az ugyanúgy egyszerű. Töltött káposzta? Nem. Lehet, hogy rossz ötlet volt az egész menüt a tejfőre felfűzni? Ennyi még nem ciki, ugye? Nem rombolom le a nehezen felépített imidzsemet. Mindjárt jön egy igen szigorú Mikulás, aki olyan ajándékot hoz, amitől mindenkinek könny szökik a szemébe. Édes anyja! Az asztalon láttok valamit, és arra kérnének titeket, hogy az első fogást tippeljétek meg. Hogy látunk valamit? Szállt cukor. Láttok valamit az asztalon, és az első fogást megkérnék. Na, igen. Bableves. Nem. Bableves. Tűrőcsúsza. Nem. De leves. Leves. Miben kell tej föl? Gulyás. Krumpli leves. Nem. Tárkonyos ragú leves. Így van. Tényleg? Ne viccelj! Átfuttattam az agyamon, hogy mit eszünk tejföllel? Felsoroltam pár dolgot, és eszembe jutott, hogy amit anyukám szokott csinálni, a tárkonyos raguleves, abba végül is lehet tejfölt rakni, és ő a Máté ilyen tárkonyos arcnak tűnik. Keressétek meg a helyeiteket! Most én vagyok Bergólió, vagy te? Keressétek meg a helyeiteket, én pedig hozom a levest. Mondta, hogy leülhetünk? Hozzi! Itt vagyok. A piros orrú rénszarvas. Piros orrú rénszarvas. Ez a feladványok estéje. Máté nem hagyja, hogy fejben eltompuljanak a folyamatos jólétben. Ki a Rudolf a piros orrú? Ki a piros orrú rénszarvas? Szerintem a Máté, mert ő szereti a rénszarvasos piros rönnyöt. Ja, és ő volt már Rudolf? De hogy volt, csak szeretne. Jó, hagynak. Várjál. Panni néni, ez én vagyok. Ez én vagyok. Te paradicsomos tárkonyos leveszt kapsz. Daragi Jedrusia. Az én nevem Panni néni volt, hiszen az Operettszínházban megy a Szép nyári nap című Neoton musical, most már évek óta nagyon nagy sikerrel, és ebben én egy orosz tanárnőt alakítok. Nézzük már meg azok, mi van fent. Persze az ágy, mi? Azért nagyon furcsa közlekedni a farkamtól, de ezt most ne értsétek. Van farkad? Tényleg, te farkat is ragasztottál fel. Állandóan jön középre. Tegyem el ezt innen? Jaj, de tünemény vagy. Ezt eddig vagy is szorozom. Vagy nem inkább ezt teszem el? Oda, ide gondoltam jó. Egyébként. És akkor Máté, melyik gombot kell megnyomni, hogy kijöjjön a medence? Ott azért lecsapódik. És innen ugrasz. És nem medence jön ki, hanem van benne hetes darab kis ördöglány. És ők szoktak kijönni, de minden napra van egy is. De akkor csak nekem mondhatnál. És ők ringatnak téged ebben a jövőben? Általában igen, mindegy. Ez mekkora ötlet ez? Imádom a galériás lakásokat. És ez a kecó úgy volt megcsinálva a galéria, ahogy eddig még nem láttam. Tehát nagyon dizájnos volt a lépcső, passzoltak a színek, az anyagok. Egyetlen egy dolgot szeretnék előre jelezni. Hogy nem te főzted. Hogy de, egyébként bármilyen meglepő is történne, hogy én nem igazán eszem sósat. Nagyon kevés sót használok, de tudom, hogy az emberek nagy többsége az szereti nagyon megsózni a dolgokat, és erre próbáltam is fölhívni a figyelmüket, még a Jan Zakatika is mondta, hogy szóljál nekik, hogy nem elég sós, és sózzák meg, mert akkor nem lesz velük baj. És azt lehet tudni, hogy ki volt a kuktád? Nem. Csak mint női kíváncsiság. Hát mondjuk tippeljétek meg. Kicsit olyan ez az este, mint a legyen ön is kalória milliómos. Anyukád? Édesanyád. Apukád. Az egyik. Júj, te! Jó. Én ezt megjósoltam, hogy interaktív lesz az egész este, úgyhogy Máté egyből belealvatott bennünket az est hátra levő részében, egy találós kérdéses játékba. Színész? Igen. Nő?
Igen. Színésznő? Igen. Fiatal? Terhes? Jó, akkor hagyjuk. Terhes! Szilvi? Fiatal. Jaj, a hülye kérdés, hát minden színésznő fiatal, igen, de mondjuk 20 és 70 között van? Igen. Jó. Sokkal akkor közelebb kerül. Ez szűkíti a kört. A 70 alatti fiatal színésznő generáció tagja. Jan Zakata. Jan Zakata. Igen. Segítek! Máté cimborám nem a próster a dolgot mondani. Nem ürülékkel gurigázik, tehát két séfet választott, nem is akármilyen séfeket. Bocsánat a szürcsölésé, de olyan forró, hogy... Ja. Azt mondják, azért, mert hogy, de azt mondják, hogy szürcsölni kell, mert más energiákat mozgatnak. Azért tisztek szürcsölve a teát, például a keleti. Igaz, Árpád? Nem. Ezt valahol hallottam. Egy asszony mesélte nekem a vonaton, maradjunk ennyiben. Na nézzük meg, ki szürcsöl a legjobban. Jel, Árpi. Én nem szürcsülök. Három gyerekem van. Csak szólunk, hogy nem ezzel kell vigyázni. Negyedik gyerek nem a szürcsöléstől lesz. Nem volt zsíros a hús, tehát teljesen csupasz volt. A csupasz valójában létezett a hús ebben a levesben, és nagyon finom volt. Viszont, amit hiányoltam, ma is, hiába mondja el az ember százszor, nem kaptam csípőset. Jártunk át Debrecenbe korcsolyázni, és vonattal jártunk. És az első nagy ilyen fegyelmi hibám az volt, hogy kitaláltuk a barátainkkal, ugye a korcsolyát, azt meg kell húzni a fűzőjét, és hogy voltak ezek az akasztók bent a fülkékben, és azt le lehetett venni is. Abba csak bedugtad az ujjadat, és meg tudtad húzni. És az volt a korcsolya cipő fűző húzó kampó. Oh, és mindenkinek volt ilyene. Árpi elemében volt ma, de a Bencét sem kell félteni, tehát fiatal kora ellenére abszolút felvette itt a fonalat, és már a kocsiban is jött belőle a hülyeség. Korcsolyacipő fűző húzókampó. Még nincs baj. Te jössz. Korcsolyacipő húzó fűző... Nem, korcsolyacipő fűző húzókancsó. Kampó. Korcsolyacipő fűző húzó kampó. Na jó, és akkor kajára, hogy utaljunk, akkor a rőf megrövidebbítendő. Te jössz? Nem vagyok nagyon-nagyon jó, de nem vagyok rossz a nyelvtörőkben. De most egy olyat mondott nekem az Árpi, amit nem tudtam elmondani. És mi volt az, de most bebizonyítom, hogy el tudom mondani. Rőf, megrövidebbítendő. Megy ez? Ugyanúgy ki kéne találni a második fogást. Az asztalon ugyanúgy ott van az a jellemző dolog. Mondtam, hogy interaktív lesz az este. Tejfölös? Tehát a tejföl az ugyanúgy játszik benne. Töltött káposzta? Nem. Töltött paprika? Nem. Ahhoz nem kell tejföl. Biztos, hogy nem hal. Nem. Rakott krumpli. Jaj, de jó! Kolbászos? Úgyhogy rakott krumpli. Jaj, de jó! Két kolbászos. Lehet, hogy ez egy egyszerű választás volt, és ez egyszerű, mondhatjuk, hogy meg akartam volna úszni a dolgokat. Csak ezek az ételek számomra egyébként az egyik legkedvesebbek, és a legfinomabbak, és a legkedvencebbek. Ez effektíve úgy van csinálva, ez a rakott krumpli, ahogy a nagykönyvek. Az én nagymamám, édesapám anyukája csinálta, és mi ezt édesapámmal ketten csináltuk ezt a rakott krumplit tulajdonképpen. Nem azért. Álljunk le. Micsoda taktika? Ezek után kivenni a lelkére, hogy fintorog, mert neki nem ízlik. Ezt mi így szeretjük, ezt a rakott krumplit. Remélem, hogy de nagy is. Pofára gyönyörű. Nagyon szépen nézett ki a rakott krumpli, pontosan úgy nézett ki, ahogy ezt a nagykönyvben megírják. Kíváncsi voltam az ízére. Hú, de jó illata van ennek. Most természetesen a sózás az erre is érvényes. Hagyd már ezt a sózás dolgot. Nem kell mentegetőzni, tudjuk. Én nekem ízlik így egyébként. A leves is jó volt. Nem kívántam bele sót. Legyen ennyi. Árpi? Én biztos, hogy tejföl. Só. Azt kérek. Só. Kell? Sót. Igen? Lehet, hogy kell nektek. Nekem biztos, hogy nem. Abszolút fogyasztható volt az étel ebben a formában, hogy nem volt annyira sós, csak ugye van, aki egy kicsit sósabban szeret enni. Ezután már csak desszert, Jan? Desszert, igen. Akkor eszem még. Lehet, hogy
De hát már tulajdonképpen mondhatnám, hogy a desszertet is kitalálhatjátok. Tejfölös az is? Ezt akartam kérdezni. Hiszen az az igazság, hogy... Túrogombolt? Tényleg? Nem viszont, tényleg! De én máshogy csinálom, mint ahogy ez a nagy könyvben meg van írva. Tudjuk, ő tojáshéjjal csinálta. De rövid egyszerűséggel az utolsó fázist kihagyom. A porcukrot? Nem. A prézit. Azt. Igen? Én nem nagyon részesítem előbe, előnyénybe a túró fogyasztását. Talán a túrós csúszából elfogadom jó sok tejföllel és jó sok szalonapörccel. Ennyi még nem ciki, ugye? Nem rombolom le a nehezen felépített imidzsemet. Kérhetek még? Finom, nagyon. Persze. Csak azért, mert te, hogy közelebb, ha létszeszállsz, nem tudok szépen. Férjez már. Vagy jön. Nagyon jó. Tényleg jó? Nagyon. De nyugodtan szapulhattok országvilág előtt. De miért szapulnánk, ha jó? Kétszer is vettünk belőle, mert jó volt, mert én is úgy vagyok mindig, hogy az elsőre megeszem az ételt, és akkor utána még meg kell kóstolni, hogy mi volt az, amit ettem. Hölgyeim és uraim! Itt szeretnénk a desszertet elfogyasztani. Én azt gondoltam ki, hogy nem erőszak a disznótól. Tehát, hogy én tényleg nem szeretem zsemlemborzsából, és az a sóssága, ahogy én szeretem a tejföllel, ez... Sós? Az eltűnik ezáltal, és így tényleg egy nagyon édes desszert lesz, úgyhogy én azt gondoltam, hogy én hoztam nektek külön tejfölt. A gombóc látványra úgy elsőre olyan kis nyomorultnak nézett ki, kis csupasz, kis izé. Az az édes tejfel. Ez nem olyan, előbb ez meg jó. Bele nyalincsa bele a kis kanalra, csak úgy. Rendben van. Mondjuk ez finom. De ebben van tojás is? Nincs. Akkor ki édeset kérek tejfölbe. Nem szoktak valami bele tojást? Nem, minden. Nem, Márta. Főleg azt tetszett a túrógombócban, hogy nagyon jó állaga volt, és szerintem ez az egyik legfontosabb az ételeknél, hogy az ember a szájába veszi, akkor omlóse, vagy rágóse, vagy kemény, és a túrógombócnak tökéletes állaga volt. És még a nagyon agyon cukrozott szósz is ment hozzá. Soha életemben még nem sikerült túrógombócot készítenem, nekem mindig valami undorító, nem tudom mi sikerül belőle. Jó, mondjuk ez is a deformációja alapján azért sok minden megmondanám, de nem gombócnak, de inkább rombusz. De jó! Jó. De jó! Finom. De? Szóval ebbe kisegített, mert ebbe őszintén, ez az enyém. Aha. Ebbe ezt így szeretem. De nagyon jó, mert összeállt, de nem, se nem nekem kemény. Nem kemény, se nem... és én ezt így szeretem. Azt mondd, elmondod, hogy csináltad, de nagyon jó. Én még ilyen finom túrógombócot utoljára csak az anyámnál lettem. Akkor ezen szeretném nektek felkonferálni a produkció. Kisebb. Hova jöjjünk? Meglepeti. Sehimet. Több is van. Úgyhogy igyatok még egy kortyot, aztán fotelbe be. Én megmondom őszintén, hogy én arra számítottam, hogy valamit, tehát lehet, hogy idehozza a színész kollégáit, és megcsinálják az Ördögölő Józsiásból az egyik nagy számot, ami tényleg nagyon közkedvelt, mert az nagyon illett volna ide. Hanem az én meglepetés vendégem, mi más lehetne ezen a szép napon, mint hogy ti hallottatok valamit? Csillingelést! Szélapó! Most jön valami, amire senki nem számít, de mindenki élvezi. Úgy nézett ki, mint egy horrorfilm, mondjuk a Mikulás, aki jön egy bárdal, mert ilyen fura volt a maszk. Szeretnélek titeket külön-külön üdvözölni és értékelni. Megvan igen. A dobos vicc. Én láttam, hogy a Mikulás bácsinak fekete szakálla van a fehér szakálla alatt, azt akartam megmondani, én láttam. Amikor megláttam először, akkor kérdéseket tettem fel magamba, hogy ez biztos, hogy a direktor úr, de ahogy elkezdett gesztikulálni abban a pillanatban, megértettük, hogy ő az. Hát én sírtam a rögéstől. Én azt kérem, kedves Marika, hogy most... Rendes gyerek módjára. Tedd le azt a poharat! Igen. Gyere ide hozzám! Gyere, gyere! Ülj ide az ölembe, kicsim! Ülj ide! És mondj el nekem, mondj el, hogy milyen voltál az elmúlt évben. Azt hallottam! Mikulás bácsi, jó voltam! Azt hallottam rólad, hogy egy idegen országban, amikor nem voltál elégedett a tempóval, inzultáltad a karmestert. Igen, kicsit tökörrúgtam. Marika, ez nem tartozik a bocsánatos bűnök közé. Úgyhogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez... Jó, de Mikulás bácsi jövőre jól lesz.
leszek. Nagyon erőszakos volt a Mikulás, és úgy lehúrogott, hogy csak úgy meghunyászkodott itt mindenki. Nagyon köszönöm, és jövőre Na gyere, Bencsuska, gyere ide hozzám, gyere. Te jó voltál, gyere, pici, apróság, gyere. Vajon milyen rosszaságai lehetnek a kis Bencének? Mikulás bácsi! Hát amikor az ölébe ültetett, megmondom őszintén, hogy én plié-be álltam végig, nem mertem teljes testsúlyommal ráereszkedni a direktor úrnak a lábára, mert azt lehet, hogy egy combcsontörés következett volna. Azt hallottam, hogy hasonlíts a focistákhoz. Tényleg? Igen, hogy ő se tud helyezkedni. Igen. Hogy álltok a színpadon, előfordul, hogy te valakit takarsz. Nem, én soha nem takarok. Hát az eled, ez nem, de nem fordulhat elő, hogy takarsz valakit, ugye? Nem. Már nagyságügyileg. Mindig a Máté takar le engem. Máté? Az aurámmal. Bevállalt ezt a Mikulás Osdit, vicces volt, gyártotta a kis poénokat, de önmagában azt hiszem, hogy az volt a legdíjazandóbb, hogy kilépett abból a nagyon szigorú és kemény és néha már szinte félelmetes figurának a szerepköréből, amiről azért, hogy itt a házban felismerhető. Ugye? B! Aki áron, mondjon B-t is! Szóval nem fogsz akarni. Nem, de na akkor én is van. Kapok ajándékot. Na jó, milyen típusú ajándékot szeretnél? Még nem tudom. De hát, hogy most, hogy visszagondolok és visszamennék, akkor jó sok kívánságom lenne. Én nem merek oda menni. Én nem merek oda menni. Gyere, Áfika! Arról foglak téged kérdezni, gyere! Gyere, csak ide! Gyere, kicsi Árpi! Hát, nagyon-nagyon sok panasz van, Árpika. Komolyan. Nagyon sok, és mindenfele mesélik és beszélik, hogy te tulajdonképpen állítólag állandóan a frászt hozod mindenkire ott a munkahelyeden. Nem. Különböző dolgokat követsz el. Például állandóan ilyen hangot. Ki az ott? Mi történt itt már meg én? Én voltam tanár úr. Ilyen hangokat adsz, és azt hiszik, hogy az igazgatód az egyébként szigorú és nagyon igazságos. Igazgatód, ő érkezik. És ezeket a hangokat adod és illetgeted magad. De most már a fiatalok csinálják, tanár úr. Hát, mert átvették a rossz példát. A rossz példa ragadós. Én már jó vagyok. Nekem elpaskolt a hátsó felemet a virgáccsal, mert hogy utánzom őt általában nagy-nagy szeretettel a kollégák előtt, és ezt a díszítők meg szokták említeni, hogy a franc bárpját megint te vagy, azt hittük, hogy a direktor úr az. Andi Cica! Hát rólad, amit hallottam, az teljesen kiborít. Publikus? Hát nem tudom, republikus. Ugyan már, persze, hogy publikus, négy szem közt vagyunk. Az Andi 4-5 pohár vodka után oroszul beszél, és neoton számokat énekel. Tudni kell, hogy ebben a darabban Panni néni, ez a bizonyos orosz tanárnő, egy véletlen baleset folytán, tényleg nagyon sok vodkát iszik, és amúgy Isten igazából becsicsent. Nekem ez egy remek színészi kihívás, egy jó feladat. Tavaris prepodavati anicei adekladuvájú vám. Sos szántam grupi pütett egy csilevék, de nem tudom, hogy hányan voltunk, és többre nem is emlékszem. Szóval én nagyon-nagyon örülök, hogy a Szép nyári nap című darabban ilyen szépen beszélsz oroszul, Andika, de annak nem örülök, hogy ez a vodka fogyasztás tökben reklámot csinálsz. Na, akkor majd vizet iszunk. Fogadd meg, hogy... Igen. Jó, és akkor te is kaphatsz ajándékot. Jó, köszönöm. Egy üveg vodkát, ha kérhetem. Köszönöm szépen. Az, hogy beültetett bennünket az ölébe, ilyen azt hiszem, hogy az én pályafutásom alatt, ez alatt a 15 év alatt még nem fordult elő. Nem is merem feltételezni, úgyhogy majd azt hiszem csókorom lesz a folyosón is. Tanár úr. Most pedig ajándékot fogtok kapni. Mindenki olyan ajándékot fog kapni, amilyet érdemel. Sőt, mindenki olyan ajándékot fog kapni, hölgyek, urak, amit érdemelt. Jöjj el, kedves télapó, minden Fussatok oda! Először! A szüleitek, gyerekekkel!
Én csak nyeltem a könnyeimet, mert az én gyerekem különösen híres arról, hogy ő nem szereti a nyilvánosságot. Ő nagyon nem élvezi, gyűlöli, ha fotózzák, nem szereti, ha filmezik. Egy kész harc vele időnként nyilvános helyen megjelenni. Ő ebben még nincs otthon, és én ezt nem is akarom erőltetni. Te angyalkába, angyalvirágszállás! Igen, én merre vagyok. Ilyen szerelme. Hát nem ismerem meg a párt. Én vagyok az. Ez igazságtalanság! Tindini! Jó, mit farkod is volt! Hát ez az én meglepetésem nektek, hogy végül is Mikulás alkalmából szerintem a gyereknek és a szülőnek együtt kell lenni, mint ahogy a Brass Bencének és a Fluor Tominak is. Igen. Még odáig el se jutottam, hogy átgondoljam a dolgokat, mire már be voltak penderülve, és a szavam elállt. Tehát ez álmomban nem jött volna elő, hogy egy ilyen meglepetéssel készül. Úgyhogy hát boldog Mikulást kívánok mindannyiunknak. Igen, de te stréber vagy, mert te mindenkit kijátszottál, mert mi ilyen jó, mert ugye a csodálatos, mindjárt nem tudom elmondani, a Kossuth-díjas rendező igazgatóm mindenkit levett a lábáról. Most ebben az 5 napban arra döbbentem rá, hogy sokkal többet kellene így privát szinten is időt töltenünk egymással, mert hogy tök jó fejek ezek az emberek az asztal mellett is. Van zsákodban minden jó, piros alma. Magyarul? Összegezve én mindegyikre 5 pontot tudnék adni. Tehát minden estére 5 pontot adnék, és 5 pontot adtam volna. Bár megbeszéltük, hogy 3-at adunk. Korcsolya cipőhúzó kancsó. Kampó. Hogyha meg kéne számolni a nagyont hányszor mondtam a héten, akkor nagyon sok lenne szerintem. Tehát, hogy minimum egy 300-400. Annyit tudok mondani, hogy nagyon jól éreztem magam, nagyon finomakat ettem, nagyon meglepődtem a meglepetésen, nagyon örültem a direktor úrnak. Ez a mai este, ez tényleg megkoronázása volt az egész hétnek. Nagyon szépen végződött, nagyon szerettük egymást, nagyon jól éreztük magunkat minden helyen. 2013. december 6-a. Hát ugye úgy jogos, hogy a Mikulás, ha már magához ragadta a szót, akkor ő mondja meg, hogy igazából véve ezt a kis kajacsatát, ezt igazából véve kinyerte. Nekem, ami a szívemhez a legközelebb állt, és ami érzelmileg úgy megfogott, az a Marikának a története, illetve Marikának az élete. Úgyhogy én szerintem nagyon nagy esélyes a Marika vagy a Szulák Andrea. Ezt a nevet valahol már hallottam. Oszvad Marika! Köszönöm szépen! És ünnepélyesen át is adom a csövet. Köszönöm szépen! A talpad. Ma Kerényi Miklós Máténak 5 pontot adok. A Máténak a ma estére 4 pontot adok. Én kedves Krampusz Mátékának erre az estére 4 pontot adok. Én a Máténak ma estére csillagos 5-öst adok. Ezt a hetet Marika nyerte 20 ponttal, a második helyezett Bence 19 ponttal, mögöttük Holt versenyben 18-18 ponttal Andi, Árpi és Máté végzett. Ez az ő szeretetüknek a kifejezése, és ezért mondom azt, hogy alapjában véve én szerintem itt mindenki győzött. A Halatortán következő hetében újra megmutatja főző és spirituális tudását a háromszoros győztes Pitzer Gyöngyi Soma. Azt szoktam mondani, hogy az az asszony, aki még életében nem készített tésztát,
Azt kérem, nem teljes értékű nő. Visszatér a konyhába a Kós klán két generációja, János és Réka. Helyes törlés? Ismét rendet vág a húsok közé Magyarország legéhesebb erős embere, Fekete Laci. Szilárdkám, valami nagyon rosszat fogok rám mondani. Nagyon nézd meg, mit csinálok a hússal, mert veled is ugyanez történik. És megtudhatjuk, hogy ugyanolyan mesterien bánik-e a fakanállal Mészöly Kálmán, mint a focilabdával. Hogy elsősz, mert azt hiszik, hogy szerelmes vagy. Lelki és gasztronómiai mélységek egész héten, ki ne hagyják a halatortánt. Két szarvas húzza, száll levitette, gömbölyű zsákját, száll levitette. Zsák, zsák, kölyű zsák, ziros almakaranyák.